Önök a heti szakaszt Breuer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. Robin Eszter írónőt otthonába keressük föl, de mielőtt betörünk hozzá, Buda melletti faluban található kis konyhájában, nézzük, mit is ír a könyv hátlapján. Mert ugye bárhezt fogunk sütni, akkor nézzük meg, mi is az a bárhez. A bárhez a zsidó konyha péksüteménye, kelt fonatkalács. Szombatra hosszúkás, az őszi nagyünnepekre kerek formában sütik. Ebben a tipikusan 20. századi magyar történetben úgy fonódik össze a Koháth és a Stier család sorsa az időben, akár a bárhez vonatai, mákkal bőven megszorva, és akkor most tartsanak velünk, és nézzük, hogy hogy is vitelezi ki Eszter a bárhezt, ami nélkülözhetetlen minden zsidó ünnepen, természetesen főleg sabatkor. Tartsanak velem! Begyúrtam a bárhez tésztát. A bárhez az a zsidó konyhának nagyon fontos eleme, egy péksütemény, egy kalács, ami azért bárhez, mert benne van az áldás, tehát a bráhá. Minden egyes szombat estére, illetve péntek estére két kalácsot sütünk, ehhez fél kiló lisztet használok, 2,5 deci langyos vizet, egy nagyobb löccsintés olajat, egy tojássárgáját, 2 deka élesztőt, és ezt összegyúrom. Ezt már be is gyúrtam, és megkelt a tésztám. Most átgyúrom. És 3 részre osztom, 3-as vonatot fogok csinálni. Mind a 3 részt megsodrom, és ilyen hosszúra gyúrom. Arra figyelek, hogy középen egy picit vastagabbra hagyom, a két szélét pedig vékonyabbra. Minden egyes zsidó ünnepen az asztalra tesszük. Ez egy nagyon fontos és családias hagyomány. Szombatonként 2 darab hosszúkás, mákos, bárhez sütök. Az őszi nagy ünnepeken, mint például szukottkor, és Rosh Hashanára, ami a zsidó újév, akkor kerek formát egy ilyen 4-es vonással készítek. Újévkor azért csinálunk kerekbárhezt, mivel nincs vége a fonatoknak, és ez a örökké valóságot, az örömet jelképezi. Itt van kész a 3 megsodolt részem, és ezeket most meg fogom fonni. Összecsippentem a végét, és ilyen 3-as vonással összerakom a kalácsot. A másik végét szintén picit behajtom, és áthelyezem a sütőpapírra a vélet tepsire. Ezért volt fontos, hogy a két vége keskenyebb legyen, hogy kialakuljon ez a szép formája. Most megkerem tojássárgájával, amitől a szép mázat fogja kapni sütés közben. Ami fontos a kósersághoz, hogy a lisztet át kell szitálni, a tojást pedig ellenőrizni, hogy ne legyen benne vér. És utána mondjunk rá egy áldást. Mákkal szórom meg, minden egyes fonatra szórok mákot szépen. Lehet csinálni szezámmaggal is, de mi a mákos szeretjük. Megkelt, megfontam, bekentem tojássárgájával, mákkal bőven megszórtam. Most 5 percig állni hagyom, ez a második keresztés, hogy egy picit még tovább keljen. És ez a bárhez a könyvemnek a
címadója, ami a zsidó konyhának szinte a szimbóluma. Ez többféle szimbólumot rejt magában a könyvemben. Egyrészt a kertésztával való közvetlen kapcsolata a főszereplőnek, ami egy nagyon kellemes, nagyon élő anyag, nagyon szeretek vele dolgozni, valamint szimbolizál a könyvben egy kisgyereket, egy elvesztett kisgyermeket, a bárhez szint a főhősnek a teremtménye, illetve alkotása, inkább az örökkévaló teremtménye. És ez egy olyan központi dolog a zsidó vallásban, illetve hagyományban, amikor az ember a péntek este az asztalra teszi a saját készítésű barheszét, hogy ez semmi nem hasonlít ez az érzéshez. Most, hogy letelt az 5 perc, beteszem a sütőbe. És 25 percet fogom sütni 180 fokon. Elkészült a bárhesz. Kiveszem a sütőből, és ez ilyen szép. Annyira szeretem ezt az érzést, amikor kiveszem, megnézem, és minden alkalommal, minden pénteken csodálkozom, hogy ilyen jól sikerült. Tudjon meg mindent a zsidókról, titkokról, történetekről, a valóságról. Figyeljen és ismerje meg a magyar zsidóságot, milyen is valójában. Mai ételünk elkészítéséhez szeretném megmutatni a hozzávalókat. Szép, nagy, rusztikusra vágott articsókáink vannak. Azért választottam a mai napon ezt, mert egyrészt szezonja van, másrészt pedig Magyarországon kevéssé ismert. Izraelben viszont egy hihetetlen népszerű étel. Főzés közben, pláne aki ilyen sokat főz, mint én is, nagyon fontos, hogy az ember szerezzen belőle élményeket. Az egyik élmény forrása az embernek, meg vagyok róla győződve, az illat, amikor illatolunk, ugye. Hát gyönyörű fokhagymákat választunk. Csak kettőnkre főzök most ebben a pillanatban, ehhez ez bőven elég. Vágunk egy pici fokhagymát, nézd, milyen szép forma. Gyönyörű. Olívaolaj. Kaptam egy vadonatújat a forgatás alkalmából. Okay, a fokhagymára tehát... már helyezünk, nagyon-nagyon durva tengeri sót, nézd, mint a homok. Nagyon jó. Azért fontos, mindig kérdezik, mi a különbség só és só között. Ezt egy kicsit bátrabban használhatjuk. Sokkal lassabban oldódik, mivel ugye nagyobb felület. Most elkezdjük hevíteni a nagyon fokhagymát. Jó. Ez mi akkor? Letépkedünk a bazsalikomból. Gyönyörű, nézd, ropog. Igen. Nagyon finom. Tehát nem vágjuk, hanem beletépkedjük. Beletépkedjük, jó, rusztikusra. És akkor hozzáadjuk a kis articsókánkat. Ebből a léből már túl sokra nincs szükségünk. Rusztikusra jó nagyra vágjuk. Színek. Igen, ez megnyugtatja a szemet. Mi mást adhatnék hozzá, mint libamájat. Az esetek nagy többségébe illik a libamájat libazsírba sütni. Itt miután ez egy olasz étterem, ehhez is olívaolajat fogok használni. Ez nem nagyobb darabokra, ez nem. Magyar, kiváló minőség. Nagyon nehéz egyébként megszerezni. Ezt is csak így durvák. Kis friss kakukkfüvet dobálunk az olajba. Hát nem sóztam a májat, hanem belerakom a forró zsírba, így mellé a fokhagymák közé. Na, itt a sercegős állapotunk, és akkor most adunk hozzá egy pici borocskát. Hihetetlen, ez az igazi rózsdás színű libamáj, nagyon egyszerű vele a házi asszonyok dolga, és még mindig szigorúan ragaszkodva a durva tengeri sóhoz. Hozzáintjük akkor a tésztát. Innen kezdve illene nem nagyon összetörni a articsókát, és akkor ezt csak így átforgatjuk. Na nézzük, akkor felvonultatjuk itt a... Az igazi libamáj, akkor libamáj, amikor meghagytuk azt a lehetőségét a libamájnak, hogy visszaüzenje azt, hogy ebbe még van egy pici libazsír, ebbe érzem még azt az illatot, amit a fokhagymától lopott el, amit a kakukkfűtől lopott el. Nyilván, hogyha ezt ilyen radikálisan, nagyon szárazra sütjük, akkor az annyira nem fog minket érdekelni. A nagyon ingyencek egy pici pirított fokhagymát a fűszernövényekből. Egy pici darabot, ez majdnem néz, mint egy szaft.
és akkor engedjük őt érvényesülni. És akkor nem marad más hátra. Nézzék, kedves nézőink, csak mondjuk együtt, hogy bötél van. Bötél van, igen. Azaz, és jó étvágyat. És aki kedvet érez hozzá, én ünnepélyesen Péter barátomra való tekintettel ígérem, hogy a receptjét nagyon szívesen és készséggel eljuttatom a nézőknek. Az elmúlt percekben libamájat sütöttünk, milyen módra? Hát egy római módra, tehát a római zsidó negyedből hozott, kicsit átformázott recept alapján. Tartsanak velünk a heti szakasz műsorában! Ezen a héten a krumplis latkeszt fogjuk elkészíteni. Amit lepcsánkának is hívnak? Igen, és tócsininak is hívnak, de a zsidók között ez krumplis latkeszt néven terjedt el. Egy nagyon-nagyon egyszerű étel, leginkább hanukakor szokták elkészíteni, mert akkor leginkább olajban sült ételeket fogyasztanak, de most múlt el ugye Pészek, ilyenkor pedig nem használhatunk lisztet. Lisztet ilyenkor is gyakran készítik, viszont ilyenkor a lisztet macesz darával tudjuk pótolni. Minek utána vége van a Pészáknak, akkor ezt most liszttel fogjuk elkészíteni. Természetesen Tibor segít nekünk, és azt a nehéz fizikai munkát, amit általában otthon az asszony szokott elkészíteni, azt most Tibor. Mit fog Tibor csinálni? Mondjad nekünk, Kata. Tibor lereszeli a nyert krumplit, mert ez a latkesznek az alapja. Először is krumpli reszelővel lereszeljük. Mennyi idővel előtte lehet lereszelni, hogy ne kapjon szint a krumplit? Hát ezt közvetlenül az étel elkészítése előtt kell elkészíteni, különben megbarnul a krumpli. Ez körítésnek is lehet, és a gyerekek önállóan is imádják, ugye? Így van, így van. Visszatérve egyébként azért sok még elnevezés, sok különleges elnevezése van még ennek a vételnek. Krumpli babának is szokták hívni. Krumpli után le kell reszelni a hagymát is, hozzáadjuk a lisztünket. Majd pedig lisztet adunk hozzá, és sóval, borssal ízesítjük. Mivel sütjük ki? Hát, olajba sütjük ki, elsődlegesen, ugye növényi olajba sütjük ki. Mi most jelen pillanatban olívába fogjuk kisütni, de természetesen napraforgóba is ki lehet sütni. Recébe, szőlő, meg olajba, bármilyen tartalmás olajba ki lehet sütni. Tehát ugye határozottan nem ajánljuk, hogy zsírba süssék ki. Hát, de egyébként én azt gondolom, hogy ha libazsírba sütik az ember, akkor még ízesebb lesz egyébként, de hát ugye egy kifejezetten itt az a lényeg, hogy olajban van kisütve. Egyet feltettünk el még, a tojás egyébként, mindenféleképpen kell, hogy összetartja ezt a ételünket, mert különben ez tétes. Ugyanis krumplis palacsintának is szokták nevezni az ételt, úgyhogy nagyon fontos hozzá a tojás, ami ezt az egész masszát majd egybe tartja, és így tudunk kis gömböket. Így tudunk majd kis gömböket formázni, és így beletenni a forró olajba. Mutassuk meg akkor a kamerának ennek az állagát, hogy is néz ki a krumpli megreszelve. Következő lépésünk. Megkérem Katát, hogy szórja bele ugye a lisztet, tegyük bele a lereszelt vöröshagymát. Kata, ime a liszt. Jó, lisztből három. Hát igazából úgy van a liszt, hogy két evőkanálnyit teszünk bele, de mindig azt szoktam. Három evőkanálnyi liszt, oké, tehát lisztből három evőkanálnyit teszünk bele, de ha és amennyiben macesz lisztet használunk, akkor egyébként kettő elég bele, mert azért kicsit azért nagyobb annak a sikertartalma. Álljunk meg egy pillanatra, és ha a családban valaki van, aki lisztérzékeny, akkor azoknak egész évben ajánljuk a macesz lisztet, ugye? Így van, de az a legegyszerűbb egyébként, hogy amikor kihagyjuk ezt az egész történetet, és rizslisztet használunk például, az a legegyszerűbb ilyenkor. Okay. Jó? De mi most maradunk a hagyományos verziónál, úgyhogy belekerül a két kanál liszt. Majd ezt követi? Ezt követi a lereszelt vöröshagyma. Amit jó előre előkészítettünk. Hát ez igazából a felhasználás előtt szoktuk reszelni. Nagyon fontos azért a hagyma reszelésénél. Szétszórva, mint ahogy azt már előző műsorunkban tanultuk. Nagyon fontos a hagymán... Igen, nagyon fontos a hagymának a lereszelésénél, hogy tényleg felhasználás előtt reszeljük le, ugyanis hogyha a hagymát lereszeljük, mi vagy érintkezik a hagymában lévő különböző alapanyagok érintkeznek a fémmel, oxidációs folyamat indul el, ami által keserű lesz a hagyma.
Jó, hát akkor most mi kikerültük az oxidációs folyamatot. Így van. Elég fekete lesz? Borsóval ízesítettük. Rakjunk még bele. Nem baj az, hogy ízes. Még egy kicsit szeretnél? Nem, így jó. Jó, másodperc. Tehát ugye azt kell tudni, hogy attól kóser egy tojás igazából, hogy amikor fölütésnél lehet látni, hogy nincsen benne egyetlen egy szem vérszemcsek se, abban az esetben kóser, és akkor be tudjuk tenni a vértelmünkbe. Oké, ez sikerült kóser, akkor ezt használjuk. Hány tojást teszünk ebbe bele? Két tojás kerül bele. Én is megkérdezem, hogy megfelel akkor? Szerintem szuper. Jó, én segítek egy mozdulattal. Jó, mert egy kicsit nehézkes. És ugye rajta van egy gumikesztyű, aminek ilyenkor van a legjobb szerepe. Azért tudunk ilyenkor gumikesztyűt használni, mert egy gyors mozdulattal az úgynevezett ötújú villánkkal könnyebben át tudjuk keverni az ilyen masszákat. Kata, szerinted ez így jó ez a libazsíros dolog? Biztos vagyok benne, hogy nagyon finom úgy is. Szerintem, mivel ez nem egy könnyű étel, azért maradjunk egy jó kis olívaolajnál, legalább ezzel próbáljuk megkönnyíteni. És akkor már is várjuk ezt a jó minőségi olajat, hogy felforrosodjon. Akkor ezekben a percekben a mi balkezes katánk, ne tessenek próbálni őt utánozni, magától elfelé már is a forró olajba helyezte, egy kicsit megpaskolta. Mindig csak annyit teszünk vele, hogy meg is tudjuk fordítani majd. És sajnos, kedves nézőink, csak láthatják, én már érzem az illatát is, és hamarosan önök helyett meg is kóstoljuk. Tudjon meg mindent a zsidókról, titkokról, történetekről, a valóságról. Figyeljen és ismerje meg a magyar zsidóságot, milyen is valójában. A kedves nézőket most egy galéria látogatásra invitálom. Rubin Ábrahám Péter, jól ismert festőművész lesz a vendéglátónk, kinek képeit bemutatják Tokiótól, New Yorkig, Jeruzsálemtől, Tel Avivig, Budapesten keresztül, szinte mindenhol. Tartsanak velem! Rubint Ábrahám Péter festőművészt otthonába kerestük föl. Ez a művész úr otthona, vagy ez egy lakásgaléria? Hát az otthonom, a munkahelyem, a galériám, az életterem most, hogy itthon vagyok ismét. Hol van itthon, vagy otthon, amikor nincs itthon? Mindenhol otthon vagyok, ahol tudok festeni, alkotni, és ahol tudok szépet adni a szépre vágyónak, mert hát miről másról szólna a művészet. Egy cipőboltos eladja a cipőket, amiket megvásárol, hisz egy viszonteladó. Hasonlóképpen történik egy kerámikusnál, az is eladja. De vajon egy festő, amikor minden kép szinte a saját gyermeke, a saját szüleménye, milyen érzés azt eladni? Hát milyen érzés megválni a gyerekeinktől, de igazából én azt gondolom, hogy nem akkor van kész egy festmény, amikor az utolsó ecsetvonást is elkövetem rajta, vagy éppen aláírom, vagy bekereteztetem már, hanem akkor van befejezve, amikor elhagyják a szülői otthon, tehát elhagyják azt az alkotóteret, ahol megszülethettek, és onnan már útjára vannak bocsájtva. Nem egy kellemes érzés, sokszor szoktam viccelődni, amikor a saját galériámban ültem, és napok, hetek teltek, úgyhogy nem adtam el a munkáimból. Igazából nem tett ez engem szomorúvá, hiszen annál nagyobb ajándék és öröm nincsen, amikor a 13 éves ugyanúgy elbeszélget a képekről, ha bejönéz a galériába vagy a műterembe, mint akár egy 70 éves.
de a kérdésre koncentráltan válaszolni, jó eladni, hiszen ebből tudok megélni, de igazából nincs tőle depresszióm, hogyha nem adok el képet. A 90-es években, amikor első Tel Avivi galériáját megnyitotta, akkor nem ez a judaika volt önben jellemző. Hogyan változik? Mondjuk tudjuk, hogy Chagallnál messziről felismerjük a chagalli képeket. Én a Rubint képeket messziről, a színvilágukról azt hittem, hogy felismerem, de mindig vannak új meglepetések. Mit látunk például ezen a képen? Mi okozta ezt, hogy ilyen jeruzsálemi utcarészlet és motívumban, persze mindenki más lát benne, én itt mélyen benne vagyok a világ fővárosában, Jeruzsálemben. Mit jelent ez a kép önnek? Két részre osztanám. Az egyik Jeruzsálem, tehát ez az, ami pólyáskorom óta a szívemet megdobogtatja. Az a fajta színesség, az a fajta kreativitás, az a fajta történelem, az a fajta szellemi és erkölcsi táptalaj, amiben ott részem volt, ez örökre elkíséri az életemet, és számtalanszor vissza is megyek. A kép maga igazából talán kicsit idézőjelbe teszem, de idézőjel nélkül is, egy kicsit összevisszaság, ugyanaz a aki nem ismeri Izraelt, nem ismeri Jeruzsálemet, nem ismeri az ottani életet, annak egy nagy balagán, egy nagy cirkusz, egy nagy összevisszaság. Ilyen közel-keleti kavalkád? Igen, igen, ez a kavalkád. Ezt a szót kerestem valahol, de most végleg megkaptam öntől. Tehát, és a színek is ezt, tehát az a milliónyi fajta, meg talán az, hogy a három világvallás, ami találkozik Jeruzsálembe, a zsidó, a keresztény, a Mohamed vallás, mindazok a dolgok, nagyon nehezen fér el ez egy méterszer 120 cm-es vásznon, de igazából azt hiszem, hogy emóciót váltanak ki ezek a színek. Ennek köszönhető, hogy ön általában napjainkban hatalmas vásznakra fest, hogy minden beleférjen? A nagy vásznak megfestése az egyfajta bennem egy monumentális érzést fejt ki. Sokkal jobban szabadjára tudom engedni a gondolataimat egy 3 méterszer 3 méteres vásznon, mint akár egy ilyen idézőjelben kisebbe. De azt gondolom, hogy nem a vásznak mérete, hanem az a fajta nagy lélek és nagy szív, amivel én ezeket nagy vászonra képzelem el és komponálom meg. Mit látunk ezen a képen? Ezen a képen egy menórának a sziluettjei tulajdonképpen, ahol nem rajzoltam meg koncentráltan a gyertyatartónak az íveit, de nagyon hangsúlyosan el akartam rajta helyezni a két lángot, ami Izrael, mint menóra is ugye Izrael jelképe. Ez majdnem minden festményemen, ami zsidó témájú, ezek visszaköszönnek, más-más ecsettel, vagy éppen spaktellal való megfogalmazásával, vagy akár csak grafikával, vagy színnel. Ami ennek igazából jelentősége van, ez egy olyan kísérletezés volt a részemről, amikor nem hagyományos technikájú, nem hagyományos festékkel dolgoztam, hanem kifejezetten metál festéke alapanyaggal, fém alapanyaggal, és aztán ezek lakkozva lettek, újra fölvittem ezeket a fényeket, és hát lett belőle egy menóra. A figuratív képeket szeretem, ennek ellenére ez az egyik kedvenc képem az önök képei közül. Mire gondolt, hol történt, mi ment önön keresztül, amikor ezt a képet megalkotta, miről szól ez a kép? Ez megint egy kísérletezés, ez 2000-re van datálva, 2000-ben készítettem ezt a festményt. A Vigadóban volt egy kiállításom, ahol az utolsó 3 hétben kellett fölkészülni nagy képekkel is, mert akkor éppen nem voltak 3 méteres, 3x3 méteres olajképeim.
ez akkor készült ez a festmény, hogy ebben igazából, hogyha önnek a szíve csücskált, akkor elmondom, hogy vannak jó ki, én bármilyen sokat is festettem az életem során, és festek a nap 24 órájában, meg egy kicsit az éjszakát is hozzáteszem sok esetben. Ez valóban nekem is egy olyan képem, ami tényleg egyedülállónak tartok a saját magam művészetében, hiszen a kék és a fehér, ez a két szín, ami igazából játszik rajta, egy virágcsendélet. A virágcsendéleten belül is, ami nekem a legkedvesebb virág, az a... Hirtelen akartam mondani, bocsánat kérek. Gyöngyvirág. Itt ezt próbáltam valahogy utánozni. És itt a technikája volt nagyon érdekes, mert ez nem olajjal készült, hanem akrilikkal. Gyakorlatilag nagyon vastagon föl lett alapozva a vászon, és utána nem ecsettel, hanem a tubusból kinyomva, aztán próbáltam meg az alakokat, a rajzokat. Eléggé ideges, eléggé erős képez tele indulatokkal, de azt hiszem, hogy ez egy számomra is nagyon-nagyon-nagyon vállalható alkotásom. Önök a heti szakaszt Gaier Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról.